A mai videó egy olyan ételfogyasztási sorrendről fog szólni, ami akár jelentős javulást is hozhat egészségi állapotunkban. Szeretettel köszöntök mindenkit! Fontos, hogy milyen fajta ételeket fogyasztunk, az is, hogy milyen az ételek minősége, de talán még fontosabb az, hogy milyen sorrendben esszük őket. Ennek az ételfogyasztási sorrendnek, amiről a videóban szó lesz, a legnagyobb előnye, hogy akár 75%-os cukorcsúcs csökkenést is eredményezhet, ahhoz képest, ahogy egyébként fogyasztanák az ételeket, ami igen jelentős eredmény. A cukorcsúcs csökkenés azt jelenti, hogy kevesebb inzulinra van szükségünk, így kevesebb lesz a gyulladás, lassul az öregedésünk, és sokkal jobb hormonegyensúlyt érhetünk el. Tehát ha az inzulinunkat úgy tudjuk csökkenteni, hogy közben értelemben nem változtatunk azon, amit eszünk, csak a sorrendet változtatjuk meg, az minden szempontból rendkívül hasznos, hiszen gyakorlatilag akár holnaptól élvezhetjük az előnyeit. A módszer lényege, hogy az elfogyasztott makrotápanyagokat, tehát fehérje, zsír, rostok, szénhidrát adott sorrendben fogyasztjuk el egymás után, így a kémiai reakciók számunkra ideális módon zajlanak le a szervezetünkben. Én most már több hete alkalmazom ezt az ételbeviteli sorrendet, és nagyon jók a tapasztalataim. Természetesen, ha egy oldalon táplálkozunk, tehát például nagy arányt tesznek ki a szénhidrátok a táplálkozásunkban, ez a módszer nem alkalmazható, mert ugye nincs miközött felállítani a sorrendet, mert minden étel nagyrészt ugyanazokat a fajta makrotápanyagokat tartalmazza. Ez az ételfogyasztási sorrend, amiről mindjárt szó lesz, nem valamiféle új keletű találmány, minden eleme már évezredekkel ezelőtt is jelen volt, például a rómaiak, a görögök vagy a perzsák táplálkozásában. Legelőször magas rost tartalmú és nulla felszívódó szénhidrát, tehát cukor nélküli ételeket együnk, ami leginkább zöldségeket jelent, elsősorban leveles zöldszínű zöldségeket. Ilyenek például a leveleskel, a káposztafélék, a rukkola, a salátafélék, főtt vagy párolt brokkoli, pak choy, avokádó, sóska, de még a retek is ide sorolható. Ide tartozik a savanyú káposzta, vagy más elyeztéssel készült zöldség is. Azzal, hogy legelőször magas növényi rost tartalmú ételeket fogyasztunk, azt érjük el, hogy a bélbaktériumaink megerősödnek, aktivizálódnak, erőre kapnak, ami azt eredményezi, hogy a később elfogyasztott ételek sokkal jobb hatásfokkal fognak hasznosulni. A bélbaktériumok számára a növényi rostok, de főként a zöldségekben lévő rostok jelentik a legjobb táplálékot, őket elfogyasztva tudnak szaporodni, sokszínűvé válni. A növényi rostok a vékony bél felső szakaszán, a bélfalon belül egyfajta védőréteget képeznek, ami a tápanyag felszívódását javítja, illetve az ételek könnyebb továbbhaladását segíti. A következő hatása a rostoknak, hogy jól lakottságot, telítettséget okoznak, ami azt eredményezni, hogy összességében kevesebbet fogunk enni a többi ételből. A rostok hatására a később elfogyasztott felszívódó szénhidrátok, tehát például a cukor vagy a gabonából készült ételek lassabban fognak felszívódni, így nem lesznek nagy vércukor és inzulin ingadozások a testünkben, ami azt eredményezi, hogy később leszünk éhesek újra. A rostoktól az epesav újrahasznosulása is javul. Ugye az epeműtéten áteseteknek ez kifejezetten hasznos, mivel az epesav nagy része a vékonybél utolsó szakaszában szívódik vissza, és erre a felszívódási újrahasznosulási folyamatra leginkább a bélbaktériumaink száma van hatással. Itt az első fázisban bevihetünk egy kanál almaecetet is, kevés vízben elkeverve, vagy egy-két almaecet kapszulát, betainhidrokloridot, vagy emésztőenzimeket, ami a későbbi emésztési fázist még hatékonyabbá teszi, az inzulinunk még kevésbé fog kiugrani, és az ételek lebomlása is tovább javul. Itt az első fázisban fogyaszthatunk kefirt, vagy valamilyen probiotikum tartalmú készítményt is, tehát minden olyan jó, ami a bélflórát feldobja, támogatja, de nincs benne, vagy csak nagyon-nagyon kevés van benne a fő makrotápanyagokból, tehát fehérjéből, zsírból és felszívódó szénhidrátból. Én például ilyeneket szoktam enni, sózott natur kefirbe kevert reszelt lila káposztát, leveleskel salátát, savanyú káposztát, vagy egy nagyobb adag rukkolát.
A második fázisban fogyasszuk el a fehérjét, a zsírsavakkal, a zsírokkal, a szénhidrátok nélkül, vagy csak nagyon-nagyon kevés szénhidráttal. Tehát bármilyen húsféle, tojás, halételek, sajtok. Öntetek szószok, tehát olyan ételek, amelyekben pár százalék csak a szénhidrát, ugye beleférnek ebben a fázisban gond nélkül. A lényeg, hogy a második fázisban sem fogyasztunk még magas felszívódó szénhidrátot tartalmazó ételt. Itt a második fázisban a fehérje és a zsír az úr. Tehát nem eszünk sem kenyeret, sem tésztát, sem rizst, sem burgonyát, sem kukoricát, semmiféle keményítőt vagy cukrot. A nagyon alacsony zsírtartalmú húsoknál, például a csirkemellnél, ezt a fázist mindenképpen egészítsük ki külön valamilyen zsír bevitelével, akár a hús fogyasztása közben, akár utána. Ilyenek például a vaj, a kókuszolaj, a gívaj, a sajt, a pálmaolaj, a kókuszvaj. Megeszünk például egy-két szelet vajat, vagy egy-két evőkanál hidegen sajtot, kókuszolajat. Egy zsírosabb marhahús, egy oldalas, vagy egy bőrös csirkerész, vagy egy zsírosabb hal esetén valószínűleg nem lesz szükségünk külön zsírt pótolni még pluszban, mert ezekben a húsokban van bőven zsír, de a zsírosabb húsoknál sem árt a plusz zsír bevitele. És végül a harmadik fázisban, a hús és a zsírfélék után fogyasszunk csak szénhidrátot, tehát bármit, ami cukorrá alakul a szervezetünkben. Édesség, sütemény, csoki, gabonából készült étel, a szénhidrátokból van a legtöbb körülöttünk, úgyhogy ezt gondolom senkinek sem okoz gondot kitalálni. Magvakat, tehát dió, mandula, pekán, pisztácia, stb., illetve gyümölcsöket érdemes a főétkezéstől függetlenül fogyasztani, legalább mondjuk egy fél órával, egy órával utána. Magvakat azért, mert tartalmaznak fitinsavat, ami gátolhatja az ásványok és a nyomelemek felszívódását, a gyümölcsöket pedig azért, mert esetlegesen az egyéb ételek erjedését vagy rothadását okozhatják a gyomorban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!